Szabadépítéssel kezdődött a LEGO tábor programja pénteken. Minden reggel így indult a nap a Vármegyei Iparkamara székházában. A szervezet idén is meghirdette két turnusos gyermektáborát. A fiatalok a kocka kaland szervezésében LEGO kockákból építhettek élményeket. A LEGO nem csak szórakoztató elfoglaltság a fiatalok számára, remek készségfejlesztőnek is bizonyul. A gyerekeknek elsősorban a játékot jelenti, viszont játékos formában lehet őket fejleszteni. A finom motorikai készséget, a kreativitást, a gondolkodást, a logikát, hogy mi hogyan kapcsolódik, hogyan lehet jól építeni, amikor kötésbe raknak dolgokat. Mikor nem rakják kötésbe, akkor szétborul, és akkor rájönnek, hogy ez így akkor mégsem volt jó. De leginkább a finom motorikai fejlesztésekre fókuszáltunk mi is itt a táborban. Építettem egy piramis tetejű házat, egy ilyen kék házat, egy ilyen sárgát, aminek picit fura lett a teteje, egy ilyen kicsi narancssárgát, aminek nem lett ablaka, egy ilyen színes piramis. Az egyik legtehetségesebb táborozó mutatja kameráknak a heti építményeit. Győri Gemma társaihoz hasonlóan rendkívül termékeny napokat tudhat maga mögött, ami a LEGO kreációkat illeti. Én nagyon szeretek legózni. És mit építettél ezen a héten? Mesélj! Építettem házakat, járműveket, meg nagyon sok mindent. És hogy tetszik a tábor? Nagyon jó. Szereztél barátokat is, vagy voltak már itt? Szereztem, igen. Jövőre is jössz majd? Igen. Miért jelentkeztél a LEGO táborba? Hogy ne unatkozzak otthon. És szeretsz legózni, mi az, amit építettél, milyen tapasztalatokkal lettél gazdagabb itt az elmúlt egy hét során? Hát, az, hogy jó építeni, meg jó játszani így a többiekkel. Otthon is szoktam ilyen hatalmas autókat építeni, meg házakat. Itt mit építettél? Melyik volt a kedvenc építményed? Kettő lánctalpas kocsit, egy repülőt, meg egy lánctalpas kocsi szállítót, meg még a lánctalpas kocsihoz, ahhoz építettem a szállítót. Akkor a feladatok annyi lenne, hogy mindegyiketeknél van egy összerakási, ami a dobozokban az elemek megtalálhatók. Úgy kell összerakni a kis autót, mint látjátok, hogy csak tapogatjátok lépésről lépésre. Táblán az összeszerelési útmutató, dobozban a hozzávaló alkatrészek, a doboz viszont egy fekete lepellel letakarva. Vakon, tapintás alapján kellett kiválogatni és összeszerelni egy kis autót a gyerkőcöknek. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarának fontos, hogy lehetőséget biztosítson a fiatalok számára, hogy hasznosan töltsék szünidejüket. Kamarán kézbeipari tagozata minden nyáron napközis táborokat szervez általános iskolás gyerekek számára. Témájuk főleg a hagyományos kézműves foglalkozásokra és a kézműves szakmák megismerésre fókuszált eddig. Idén először a tábort a Kocka Kaland csapatával közösen szerveztük. Témája pedig nem más volt, mint a LEGO, ami a kicsik és nagyok körébe is nagy népszerűségnek örvend. A nagyszámú érdeklődésre való tekintettel két turnust is tudtunk indítani. Azok, akik esetleg lemaradtak volna, jó hírünk van. A kamara kézműipari tagozata a nagy sikerre való tekintettel jövőre is tervezi a LEGO tábor elindítását. Szeptemberben újabb legós program lesz a kamarában. 28-án és 29-én nagyszabású kocka kaland kiállítást rendeznek a székházban. Több vendégkiállító, számos tematika, sőt egy építőverseny legjobbjai is helyet kapnak majd a tárlaton.